Continental Flying Spur. Most éppen mellett, de hamarosan mögött, és utána meg majd előtt. A Volkswagen csoport luxus márkájának 4-5-ös limuzinját megpróbáljuk belülről egy kicsikét úgy megérezni, hogy mit éreznek a gazdagok, amikor egy ilyet megvesznek és használják. Beleülünk ebbe, és megpróbálunk utána beleülni az új Rolls-Royce Race Coupé-ba, és megnézzük, hogy ha gazdagok lennénk, melyiket választanánk. A 90 literes tank az a valószínűsíthető fogyasztása, főleg városi körülmények között, akár 400-500 km-re is elég lehet. Viszont a 650 Nm az mindig elég lehet. Hát most ez olyan hülye hangzik, de igazából semmi különös. Ez egy nagy luxus szedán is ilyenben már ültünk. Vezetni se lehet rossz, bár az A-oszlop rendkívül vastag, és a C-oszlop úgy szintén, és ebből a kocsiból kilátni nem lehet, de nem baj, mert aki észreveszi, az úgyis menekül előle. Nagyon erősen Rolls-Royce utánérzés. Ami vicces, mert a Rolls-Royce meg BMW utánérzés. A Rolls-ok azok egyéniségebbek. De ez se rossz. Megérkeztünk a Rolls-Royce Race-hez, amit szeretnénk megnézni szintén az új Bentley után. És hát így volna egy olyan tippünk arra, hogy melyik autó a kellendőbb, meg melyiket övezi nagyobb érdeklődés. Pillanatnyilag nem lehet odaférni a kocsihoz, megpróbálkozunk később. Az új Rolls-Royce Race, közelebbről megnézve, bár irgalmatlanul hosszú, nem ellenfele a Continentalnak, nagyon nem az új Continental Flying Spurnek. Gyakorlatilag ugyanezt a kényelmetlen helyet tudja, mint a 2+2 üléses kupék majd, hogy nem. Úgyhogy inkább beülünk egy Ghostba. Hát a Silver Race helyett, mert ja Istenem, de kényelmes, fekszek itt hátul, mert általunk kipróbált, vezetett régi modellbe, a Ghostba ültünk be a Bentley után. Hát itt kezdődik a különbség valahol. Még képes más világ lenni. Ha én gazdag lennék, csak egy rosszat vennék. Milyen lehet ebből egy vörösboros kóla?